Három évvel ezelőtt indult el a Restaurátorok műhely titkai című tárlatsorozat a József András Múzeumban. Ez a szakma és a képviselői sok esetben a háttérbe szorulnak, és ez az egyetlen alkalmuk, hogy megmutassák azokat a műhely titkokat és tárgyakat, amelyekre a legbüszkébbek. Az ország minden pontjáról érkeztek szakemberek a kiállításra. Itt a restaurátorok között is azért csak budapesti műhelyekből vannak itt, tehát a mieinkből vannak még itt. Ez is mutatja azt, hogy igen koncentrált azért ez a szakma, mivel Budapesten van olyan mennyiségű és minőségű munka ezeknek a restaurátoroknak, amelyet ők a szakmai nívójukat is ki tudják elégíteni, illetve hogy meg tudjanak egyáltalán élni belőle. Úgyhogy a restaurátorokat általában a múzeumok nagyon szokták keresni, és örülünk mi annak, hogy nálunk van egyetemet végzett restaurátor, aki tudja azt, hogy mihez hogyan kell nyúlnia, mit mivel lehet kezelni, és hogyan kell azt megcsinálni úgy, hogy ha egyszer restaurálták, akkor még több évtizeden keresztül a látogatók gyönyörködhessenek benne. A kiállítás kínálata nagyon változatos. A bronz serlektől kezdve különböző textil, fém, kerámia és papírtárgyakon át számos alkotást mutat be a tárlat, amelynek a legkülönlegesebb darabja egy lottó reklámfigura. Restaurátor képzés folyik, és tulajdonképpen a képzésen résztvevő hallgatóknak a diploma munkái ezek. És ahány restaurátor végez, ugye, akik igazán mesterei lesznek ennek a szakmának, ezek tulajdonképpen a szakma remekeit mutatják be ezen a tárlaton. Minden restaurátor, végzett restaurátor két műtárgyat is bemutathat, úgyhogy itt ezen a tárlaton 6 restaurátornak a tárgyait lehet látni. A kiállítás november 21-ig látogatható a József András Múzeumban.